függetlenként folytathatja. Kilépett a pártból, és már nem Bajai elnöke a Momentumnak, Nyirati Klára. Előkelő helyezés. Az Országos Arany Rózsa díjat hozta el Baja a Virágos Magyarország versenyről. Hétvégi sportműsor, utánpótlás, röplabda és női kosárlabda mérkőzések. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket december első napján, pénteken a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. Nyirati Klára nem várta meg, amíg a november 27-i hétfői a Demokratikus Koalíció által szervezett Kalocsai Közéleti Fórumon elmondottak miatt ellene indított fegyelmi vizsgálat lezárul a Momentumnál, már azt megelőzően kilépett a pártból. A bajai polgármester függetlenként folytathatja. Szinte a teljes hazai sajtót körbefutotta a hír. Országos és fővárosi kerületi Momentumos pártvezetők magánbeszélgetésen elhangzott véleményeit osztotta meg a Kalocsai Közéleti Fórumon Nyirati Klára. Ebben élesen bírálta Donát Annát, a Momentum Európai Uniós parlamenti képviselőjét, a Gyurcsány Ferenccel szemben kifejtett, a saját pártvezetőivel amúgy előre leegyeztetett kritikája miatt. A Donát Anna hülyeségeket csinál. Szóval én a Donát Annára nagyon haragszom most, nagyon haragszom, nem én vagyok az egyetlen. Hétvégén a Soproni Tamás neve, nem tudom, hogy mennyire ismerős, polgármester, vele találkoztam a hétvégén többekkel, és ő is azt mondta, hogy hát egyszerűen ő nem tér magához. Tehát ez egyszerűen egy nonsens dolog, hogy egy szerintem taktikai hülyeség is egyébként, meg erkölcsileg is az, meg mindenhogy. A Momentum országos elnökségének véleményét egy országos televíziós műsor péntek reggeli adásában a parlamenti frakció vezetőhelyettes foglalta össze. Tehát, hogy teljesen megértem azt, hogy egy olyan helyzetben, amiben például Baja van, egy egészen jó, szerintem egészen jó kormányzás után, amikor folyamatosan napi szinten ütik meg, gyalázzák meg, a Fidesz próbálja ellehetetleníteni, akkor ő aggódik az újraválasztása miatt, és neki ez nem szimpatikus ott helyben. Tehát neki ez nem jó. Tényleg nem tudok ezzel szembe menni. De ilyet nem mondunk, és azt én megígértem neki, ezt megígértük neki, hogy a Momentum nem lesz gátja az ő megállapodásának helyben. Hogyha azt mondja, hogy hoz egy jó ajánlatot az asztalra, akkor azt meg fogja nézni a változatot. Ami zajlik nyilván. Nyirati Klára a Momentumból történt kilépését így indokolta. Itt helyben, Baján a béketeremtés eszköze most az, hogyha én kilépek a Momentumból. 2019-ben 4 párt és civilek támogatásával lettem polgármester. A bajaiak továbbra is összefogást szeretnének az ellenzéken belül, ezt viszont nem tudom úgy képviselni és szolgálni, hogyha az egyik szövetséges párt ennyire élesen támadja a másikat. Ez a pártpolitikai konfliktus itt helyben is torzsalkodást szült, ezt szeretném most lezárni a kilépésemmel. Békét szeretnék helyben. Az összeállításunk elkészítéséig Búcsú Lajos, Baja polgármesterének kommunikációs tanácsadója szerkesztőségünk megkeresésére nem válaszolt. A témára még visszatérünk. Jövőre több fejlesztést kívánnak végrehajtani az állami egészségügyben, idézi a hvg.hu Takács Péter egészségügyi államtitkárt, aki a Digital Health Summit nevű konferencián beszélt a tervekről. Ezek szerint 2024-ben online lehet majd időpontot foglalni, vagy éppen módosítani, ezt a lehetőséget pedig a lakosság számára is elérhetővé kívánják tenni. A cikk szerint az újítástól az átlátható és hatékony járóbetegellátást várják. Jelenleg beüzemelés alatt áll a rendszer, és egyre több szakrendelő és kórházi rendelőintézet kapcsolódik be, a 200 óránál nagyobb kapacitással működő ellátóknál pedig kötelezővé tennék annak használatát. Takács Péter szerint az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér kezdi kinőni a kezdeti gyermekbetegségeket. Az államtitkár a további fejlesztések közé sorolta a telemedicina ellátás támogatását, az okos eszköz adatok rögzítését, valamint az e-beutaló és a lakossági funkciót. Bővítését adta hírul a gazdasági portál. Előkelő helyen végzett Baja megyei jogú város idén a Virágos Magyarország versenyen. A megmérettetésen a természetvédelem, a rendezett környezet és a városkép is meghatározta az eredményt. Baja minden tényezőnek megfelelt, így a zsűri az Arany Rózsa díjat ítélte a városnak. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Virágos Magyarország elnevezésű országos versenyen a természetvédelmét, a rendezett környezetet és a zöld gondolkodást is díjazták.
A zsűri augusztusban látogatott el Bajára és tekintette meg a város összképét. Burszki Darinka, a Bajakert Nonprofit Kft. Ügyvezetője úgy fogalmazott, 2022-ben nem ért el helyezést a város, előtte azonban minden évben szép eredményt ért el. Ez alkalommal előkelő kitüntetésben részesült a város, ugyanis az aranyrózsa díjat kapta meg. Folytatta. A Virágos Magyarországnak az aranyrózsa kategória díja, az egy rendszeresen versenyző, mindig azonos színvonalat, jó színvonalat mutató település, akinél folyamatos a fejlődés, lehet, hogy nem kiugrásszerűen, de mindig vannak megújuló részei, és amit meg tudunk mutatni a zsűrinek, környezetbarátok vagyunk, környezeti nevelésben részesülnek a gyerekeink. A megmérettetésben nagy szerepe volt az oktatási intézményeknek, ugyanis számos ökoiskola működik Baján, akik folyamatosan hozzájárulnak a városképhez. Az ügyvezető azt is elmondta, a pontozás nem csak kertészeti szempontból történt, hanem a látogatók szemszögéből is értékelték a településeket, így ezen tényezők összességéből született meg a végeredmény. Nyirati Klára híradónknak elmondta, az elért helyezés azt mutatja, hogy Baja olyan város, ahol szép a környezet, sok a zöld felület, ez pedig a lakosság hangulatára is hatással van. Évek óta jól szerepelünk ezen a versenyen. Ha a turisták szemszögéből nézem, akárki érkezik Bajára, mindenki azt mondja, hogy milyen gyönyörű ez a város, és én ezzel egyetértek elfogultság nélkül is. Úgyhogy visszaigazolták már többször ezt a díjat azok, akik ide látogatnak, és azt mondják, hogy tiszta, rendezett, szép a város. Úgyhogy azért vagyok büszke erre a díjra, mert ez a díj, ez igazából azt mutatja meg, hogy igazuk van a turistáknak, és igazuk van azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem elég az, hogy egy gyönyörű természeti környezetben élünk. Van egy szigetünk, van egy gemencünk, Sugovicánk, Dunapartunk. Ezt a környezetet szépé is kell tenni, rendezetté. A városvezetés szeretné, ha a település a jövőben is indulna a versenyen, és szeretnék kibővíteni a palettát is. A Bajakert Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, jövőre szeretnék létrehozni az úgynevezett érzékelés kertjét, amely a látás vagy hallássérültek számára nyújthatna élményt. Emellett még egy nyugdíjas kertet is elkészítenének a városban, valamint a Szentháromság tére is több növényt telepítenének. Becslések szerint 120 hajléktalant lát el évente a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Baján. A szervezet a hét mindennapján szállást, melegételt és tisztálkodási lehetőségeket biztosít a rászorulóknak. Jelenleg minden ágy foglalt az átmeneti szállón és a menedékhelyen, de a többi szolgáltatásra is nagy az igény. Egyesek olvastak, mások televíziót néztek a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény hajléktalan szállójában. A központ 14 évvel ezelőtt nyílt meg azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az elesetteknek. Valkai Edit, az intézet szakmai vezetője elmondta, a nappali melegedő reggel 8 és 18 óra között tart nyitva, ahol átlagosan 30-36 fő tartózkodik. Itt lehet pihenni, tisztálkodni, mosni, enni. Egyre többen mennek be melegedni a hűvösebb idő miatt, a szálló pedig egész évben teljes kapacitással működik. Két szállást nyújtó intézményünk működik, az egyik az átmeneti szálló, ahol folyamatosan 12 fő ellátottunk van, 12 fő az engedélyezett férőhely számunk is, illetve az éjjeli menedékhely, ahol a 8 férőhelyen az utóbbi napokban a hideg időjárás miatt folyamatosan 9 fő ellátásáról gondoskodunk. A központ szolgáltatásaira folyamatosan nagy az igény. Az intézmény összesen megközelítőleg 120 főt lát el évente. A nehéz helyzetben levő embereknek fájdalomcsillapító, kötszerek, vitaminok beszerzésében is segítenek egy pályázatnak köszönhetően. Továbbá pizsamát, papucsot és tisztálkodószereket tartalmazó kórházi csomagot is adnak az ellátottaknak. 5 főnek pedig szemüvegvásárlásban segítenek. Az idei téli időszakban is pályáztunk a hajléktalanokért közalapítvány pályázati lehetőségén, és nyertünk 365.000 forintot, ami ugyan nem túl nagy összeg, de mégis a hajléktalanok számára nagyon sok mindent meg tudunk ebből venni, biztosítani tudunk, amire egyébként nem lenne más forrásunk,
Ilyen például a gyógyszerek, azok a gyógyszerek, amiket vény nélkül meg tudunk vásárolni. A jövő héten mínusz 6 Celsius fokig is hűlhet a levegő a hajnali órákban, és szerda környékén havas eső is hullhat, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. A nappali hőmérséklet is alig haladja meg a 0 fokot. Ilyenkor az utcán élőknek és a nehéz helyzetben levőknek is életmentő lehet a segítség. A szakemberek arra kérnek mindenkit, ha hideg időben bajba jutott hajléktalant látnak, értesítsék a szociális intézményeket. December 1-től vásárolhatók meg a jövő évi autópálya matricák, amelyek ára átlagosan 18%-kal emelkedik. Jövőre 230 kilométerrel több gyorsforgalmi útszakasz válhat fizetőssé, közölte csütörtökön az autópályamatrica.hu. A weboldal adatai szerint a vármegyei matricák népszerűsége ugrásszerűen megnőtt, amely leginkább annak köszönhető, hogy a 10 napos matrica arányaiban jobban drágult az elmúlt években. A portál szerint az egynapos matrica jövő márciusi bevezetése sem rendezi át érdemben ezt a trendet, mert az személyautókra érvényes kategóriában 5150 forintba kerül majd, a 10 napos 6400, az éves vármegyei pedig 6600 forint lesz 2024-ben. Magyarországon csaknem 2000 kilométeres gyorsforgalmi úthálózaton kell e-matricát használni, írja a baum.hu. Bár egyelőre nem kell tartós fagyokra számítani, felkészült az ónos esőre és a csúszós utakra a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Míg a főutakon a közút, a városban másutt a Kommunális, a Bajakert Nonprofit Kft. És más alvállalkozók gondoskodnak a sikosságmentesítésről. A hétvégén is hullámzó frontrendszer tarkítja majd időjárásunkat. Az elmúlt időszak esős, helyenként havas napjai után még mindig meleg légtömeg szeli át Magyarországot. Az elkövetkező napokban azonban egyre hűvösebb időre számíthatunk, nyilatkozta híradónknak Pál Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Várhatóan a csapadék halmazállapota az nagyon-nagyon változékony lesz. Északnyugat felől délkelet felé, ahogy megindul a front, úgy csapadékhalmaz állapot váltás valószínű. Havazás is kialakulhat, de átmeneti ónos eső sem zárható ki. A Tiszántúlon, illetve a déli részeken az eső lesz a jellemző, sőt, ott a beáramló meleg levegő hatására labilissá válik a levegő, így zivatarok kialakulása sem zárható ki. A meteorológus hozzátette, ezt követően nyugodtabbá válik az időjárás, de kisebb területen havazás, ónos szitálás is előfordulhat. Az átvonult front után a hajnali órákra visszaesik a hőmérséklet, főként a fagyzugos helyeken ismét mínusz 10 fok köré hűl a levegő, de a maximumok is a sok éves átlag alatt maradnak. A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Már november közepe óta készül arra, hogy bármikor szükség lehet a sószóró berendezésekre és a mozgósításra. Ott Mátyás ügyvezető igazgató arról adott tájékoztatást, hogy a felsőbácskai hulladékgazdálkodás átalakulását követően a helyi önkormányzati cég végzi el a téli síkosságmentesítési feladatokat külső alvállalkozók bevonásával, de a város üzemeltetési iroda irányításával. Telephelyünkön kint a Vaskúti laktanyában ott van a só. Hogyha sózni kell, akkor egy stáb, bent a hivatal és a kommunális közös döntése alapján indul az időjárás függvényébe ez a sózási feladat, vagy a hótúrási feladat, tehát a síkosságmentesítési feladat. Minden egyes vállalkozónak, aki ebbe bele van vonva, annak megvan a területe, szét van osztva a Baja város több körzetre, illetve a mi saját részünk is meg van határozva, hogy járdák, buszmegállók, stb. Mi az, amiket fogunk végezni. Ott Mátyás bízik abban, hogy erre 2023-ban már nem kerül sor, ugyanis ez az eljárás naponta 1 millió forintba kerül, jelenleg pedig 10 millió forinttal kell gazdálkodniuk. Azt is elmondta, bár a Magyar Közút már az utakon elindította a sózásokat, a városban várnak az első jelzésig. A forgalmasabb csomópontokra már kihorták a homokot, amelyeket a riasztást követően szórnak majd az utakra, tette hozzá az ügyvezető. Hétvégén röplabda és kosárlabda mérkőzések várják a bajai sportszerető közönséget. Szombaton a Sugovica Sportiskola SE U17-es csapata, míg vasárnap a BNKK felnőtt együttese várja a szurkolókat. Hétvégi előzetesünk következik.
Szombaton ismét röplabdásokkal telik meg a Sugovica sportiskola tornaterme. Az országos U17-es bajnokság délnyugati csoport alapszakaszának utolsó fordulóját rendezik Baján, ahol a Sugovica sportiskola SL lányai két mérkőzést játszanak. Délelőtt 10 órakor a Tolnai Vitál Sport ellen, majd délután 14:30-tól a PTE Peac B csapata ellen lépnek pályára. A lányok célja, hogy hazai közönség előtt megszerezzék szezonbeli második győzelmüket. Vasárnap a kosárlabdáé lesz a főszerep. A női amatőr NB1 fehér csoportjának egyik legerősebb csapatát fogadja a Bajai Női Kosárlabdaklub. Nehéz mérkőzés vár a lányokra, hiszen szombaton Hepkupa mérkőzésen is pályára lépnek idegenben a Mecsek PVSK U23-as csapata ellen. A vasárnapi találkozóról a csapat egyik alapemberét, Kucsora Rékát kérdeztük. Nagyon jó kerettel érkeznek sokan profi játékosok, de mi szeretjük a kihívásokat, úgyhogy bízunk egy jó mérkőzésben. Melyik két mérkőzés is lesz, melyikre helyezitek inkább a hangsúlyt, melyiket tartjátok most fontosnak? Mindig a bajnoki mérkőzés az, ami fontosabb talán egy csapat életében, viszont itt már a Hepkupában 8 közéjutás a tét, ami azért nagy dolog az egyesületünk életében. Többször sikerült már, de most még talán még nagyobb esélyünk van, mert egy fiatal csapat ellen lépünk pályára holnap. Igazából mi játékosok nagyon szeretnénk a Hepkupába is tovább jutni, de a legfontosabb az a bajnoki mérkőzés lesz. A BKG Prima Sziget-Szent Miklós elleni mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik az MNMK sportcsarnokában, ahol minden szurkolóra szükség lesz a bravúrhoz. Főbb híreink következnek most egy-egy mondatban. Függetlenként folytathatja. Kilépett a pártból, és már nem Bajai elnöke a Momentumnak, nyilatkozta Klára. Előkelő helyezés. Az országos Arany Rózsa díjat hozta el Baja a Virágos Magyarország versenyről. Hétvégi sportműsor, utánpótlás, röplabda és női kosárlabda mérkőzések. Kedves nézőink, a hét utolsó híradóját láthatták itt a Bajai Televízióban, hamarosan elmondjuk még az időjárás és vízállás jelentést, friss összeállítással pedig hétfőn este 6 órakor várom majd Önöket. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton kezdetben még vékony lesz a felhőzet, majd egyre borultabb lesz az ég. Több helyen várható eső, zápor, ami északnyugat felől egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba vált át, de néhol ónos eső is előfordulhat. Egyre több felé fordul északnyugatira, nyugatira a szél, és több felé kísérik erős, főként az Észak-Dunántúlon viharos széllökések, amelyek a Bakony környékén hófúvásokat okozhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 18 fok között valószínű, észak-nyugatról dél-kelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Vasárnap nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, általában több órás napsütésre is számíthatunk. Az észak-nyugati szelet élénk, az Észak-Dunántúlon sok felé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között várható, de szélcsendes vagy zugokban ennél hidegebb is lehet. Vasárnap kora délutánra mínusz 2 és plusz 3 fok közé emelkedik a hőmérséklet.